A tervek szerint megvásárolná az önkormányzat a MÁV-tól a Fővényszer utcai óvoda épületegyüttesét azért, hogy felújítására pályázati forrásokat vehessen igénybe. A szomszédos telken egy bölcsőde kialakítását is tervezik, ennek a tervei már elkészülnek. Ezen a nyáron folyamatosan cserélik az óvoda nyílászáróit, mert a több mint 40 éves épület ablakai már nem zártak jól. Nyílászárók cseréje történt meg az épület földszinti, illetve emeleti részén, ez elsősorban a foglalkoztató szobákat érintette. Badány Lajos képviselő mutatja azokat az ablakokat, amelyeket a közelmúltban építettek be a több mint 40 éves Martin kertvárosi épületbe. A Miskolci Integrált Óvodai Intézmény Pittypank tagóvodájának a konyhájába és a kiszolgáló helyiségeibe szereltek be először 12 nyílászárót. Ezután következtek a foglalkoztató szobák ablakai, és további 12 ablak beépítése még hátra van. Az intézmény jelenleg az önkormányzat kezelésében és a MÁV tulajdonában van. Egy hosszú távú konstrukció keretében szerződést kötöttünk arra nézve, hogy ezt az önkormányzat meg fogja vásárolni. Ennek elsődleges oka az, hogy saját tulajdonra tudunk pályázati forrásokat lehívni. Most első körben a rendkívül elhanyagolt épület nyílászáróinak cseréje történt meg. Ezeket is pályázati forrásból sikerült intéznünk. Badány Lajos hozzátette, hogy az ingatlan együttes fejlesztésére további forrásokat is szeretnének bevonni. Tervezés alatt áll az óvoda melletti bölcsőde rendbetétele is, és várhatóan október végén a kivitelezésre már a közbeszerzést is ki lehet majd írni. A képviselő arról is beszélt, hogy az intézményben évek óta azon dolgoznak, hogy a kisgyermekek nevelésén túl szebbé és komfortosabbá tegyék az épületet és környezetét.